Jó estét kívánok azoknak, akik most kapcsolódtak be a Budaörsi Városi TV műsorába. Napirend után megbeszéljük elsődlegesen a költségvetést, amit a múlt héten fogadott el a képviselőtestület. Itt van a stúdióban Bíró Gyula, BFS alpolgármester. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm. És Löffler Dávid, a Fidesz-KDNP frakció vezetője. Amit a számokról tudni lehet, azokat mondom, aztán utána nézzük, hogy mi van a számok mögött. A folyó bevétel 13,7 milliárd forint, a kiadás pedig alig kevesebb 13,3 milliárd forint. Ha ezt lefordítjuk egy család költségvetésére, akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy amennyit apuka és anyuka megkeres, annyit abban az évben el is kell költeni. Igaz, ebben a kiadásban benne van minden, tehát a családnak benne van például a nyaralása, mondjuk a Budaörs Fesztivál, benne van például az adóbefizetés, ami ugye nagyon sok, 2,2 milliárd forint, amit az állam elvon szolidaritási hozzájárulás címen, de ennyi, amit ki kell fizetni, tehát magyarul nagyon kis rész marad, amit szabadon elkölthetne a város fejlesztése vagy bármi másra. Mégis 6,2 milliárd forint értékben lesznek fejlesztések, jó részt hitelből és az előző évi maradványból. A 13,3 és a 13,7 közötti összeg is azt kell, hogy mondjam, hogy egy átlag magyar családnál, ha van ennyi pénze, ekkora arány fejlesztése, felújítása, lakáskarbantartása, már az is jónak mondható, de ha még van 6,2 milliárd forint fejlesztése, akkor ez egy nagyon jó költségvetés. Igaz, hogy hitelből, igaz, hogy maradványból, de van ennyi pénzünk. Így van. Ahogy szerkesztő úr mondja, én úgy gondolom, hogy ez évi költségvetés egy picit erősebb, mint a tavalyi. Ugye ez részben adódik abból, hogy körülbelül azt állítjuk, aminek egyébként a pontos számadatai május végén fognak kiderülni, hogy bizonyos adókból több fog befolyni a városba, és úgy gondoljuk, hogy ha több folyik be, akkor egy picit most többet lehet úgymond beruházni. Tehát mindenképpen azt szeretnénk, hogy ha ez a szám realizálódik, amit ma azt mondom, hogy körülbelül így satszolunk, akkor én úgy gondolom, hogy ebbe az évben egy picit többet lehet beruházni, de hozzáteszem, egy csomó beruházás is benne van már ebbe az összegben, ami ugye áthúzódik a tavalyi évről. Tehát tavaly nem volt kifizetés, de idén lesz a kifizetése. Önök természetesen nem nyomtak igen gombot, de ez gyakorlatilag politika, tehát hogy nem szavazzák meg ugye a költségvetést, de igazi módosító indítványok sem volt, tehát akkor alapjaiban egyetértenek ezekkel a számokkal és azzal, ami itt történik? Amúgy elmondtuk, és üdvözlöm a nézőket, a testületi ülésen is, és korábban is, hogy ugye a koncepció nem készült el, a költségvetési koncepció novemberre, csak decemberre. Ezt az előző vitában beszéltük is Bíró Gyulával, hogy ez gyakorlatilag, ez a költségvetési koncepció azért készült el, mert mi számon kértük, hogy miért nincsen még költségvetési koncepció. A jegyző pedig elmondta, hogy nem is feladat, nem is kellett volna. Hogy most már nem kötelező. Ehhez képest az első bizottsági ülésen a pénzügyi iroda vezetője elmondta, hogy a költségvetés a költségvetési koncepció alapján készült. Tehát nyilvánvalóan kell egy koncepció, ami alapján elkészül a költségvetés. Azt is elmondták, hogy a költségvetés elkészítése az egy fél évet vesz igénybe, durván 6 hónap. Ehhez képest a költségvetési koncepciót, amit decemberben fogadta el a képviselőtestet, összevetjük a február 27-i képviselőtestület ülésével, itt jó indulattal sem volt meg a 3 hónap, nem, hogy a 6 hónap. Tehát jó kérdés, hogy akkor mi alapján tervezték a költségvetést. Én egyébként ennek nagyon örülök a kérdésnek is, mert hiszen szerkesztő úr mondta, hogy akkor ez egy jó költségvetés helyettem, amit én állítok, egy jó költségvetés, hiszen valóban nem hangzott el, vagy nem készült hozzá módosító előterjesztés egy darab sem. Abba cáfolnám a képviselő kollégámat, hogy előző bizottsági üléseken elhangzott, mert a 6 bizottságból 4-be egy vakhang nem hangzott el, tehát az ő részükről, hanem egyszerűen nemmel szavaztak. Én megértem, hogy ez egy politikai dolog, de én azt hiszem, hogy egy város életében ezen már túl kéne lépni. Bocsánat, tehát kellene, hadd fejezem be, ugyanez a költségvetési koncepció. A költségvetési koncepcióra ugye azt mondta képviselőtársam, hogy az azért készült, mert a Fidesz akarta. Nem ezért készült, egyébként mindenképpen elkészítettük volna, csak azért vártunk az utolsó pillanatig,
mert ugye, december vége az utolsó befizetések, hogy egyáltalán lássuk azt, hogy milyen szinten lehet egyáltalán tervezni. Tehát attól az, hogy koncepció szinten én azt mondom, hogy majd még beruházok ezt, meg azt, meg azt, az szerintem egy dolog, az nem is, hogy meg kell, hogy valósuljon. Tehát ezért maradt a decemberi utolsó ülésre. És miért készítik el, ha nem is muszáj? Mondhatnánk, nem készítjük el. A polgármesterrel megbeszélik, hogy akkor nagyjából ezek lesznek a főszámok. Hát pontosan ezt nem akartuk, hogy megint az a vád érjen bennünket, hogy a BIFE képviselő csoportja mindent eldönt magába, és erről a Fidesz képviselő csoportja nem tud. Hát tudott róla, szerintem ahhoz se volt egy darab módosító indítványuk se, de teljesen mindegy, ezen már túl vagyunk, költségvetésen is túl vagyunk. Tehát én úgy gondolom, hogy ha bizottsági ülésen a kérdések, elhangzott kérdések 90%-a, az nem a költségvetéshez kapcsolódik, vagy a költségvetésnek nem azon számaival foglalkozik, ami lényeges, akkor én úgy gondolom, hogy ez egy jó költségvetés, tehát én gondolom, illet volna elfogadni. Arról nem beszélve, hogy ugyanebben ezen a testület ülésen, a második napi rendi pont, ez előzi költségvetésnek azon számainak az elfogadása, amire egy bizottsági döntés van, és ugyanúgy a Fidesz képviselő csoportja megszavazta, de egyébként a törvény szerint be kell emelni még a 2018-as költségvetésbe, azt se fogadták el. Tehát ezek ilyen furcsa dolgok számomra. Csak akkor mondom tovább, mert félbeszakítottak, mert most elhangzott, hogy nem volt módosító indítvány, de hát Bíró Gyula adott be módosító indítványt azért, mert hibák voltak a költségvetésben. De azt szerettem volna még elmondani, hogy ugye a 2019 évi költségvetési rendeletnek volt végleges és javított változata, tehát már látszott, hogy alapvetően voltak hibák. Majd ezután a pénzügyi bizottsága, ahol mi kérdeztünk, és a pénzügyi bizottságon, ahova a polgármester el sem jött, tehát annyira érdekli a város költségvetése, hogy a bizottságra, ami ezt tárgyalta, el sem jött. És ezzel a bizottság ülésen mi több kérdést is feltettünk. Ezeknek a kérdéseknek az eredménye lett az, ugye azon volt a vita, hogy hibás-e a költségvetés, vagy nem. Akkor Bíró Gyula és a többen a jelenlévő Budaörs Fejlődés Egyesület képviselői azt mondták, hogy ez a költségvetés nem hibás, nem kell módosítani. Ehhez képest egy hétre rá, amikor a képviselőtestület tárgyalta a költségvetést, már jött a módosító indítvány Bíró Gyulától, ami javította azokat a számszaki hibákat, amiket a költségvetésbe bele sikerült tenni. Tehát ezek szerint ez a költségvetés nem csak, hogy koncepciótlan, még számszaki hibákat is tartalmaz, és ez egy igazából ténykérdés. Tehát vitatkozhatunk azon, hogy ezek mekkora hibák voltak, de az tény, és ezzel a módosító indítványa a Bíró Gyula elismerte, hogy hibák voltak a költségvetésben. De mindig van egy könyvvizsgáló, aki... Akkor kérem, hogy válaszoljon, csak hadd körgessem tovább is a labdát. Mindig van egy könyvvizsgáló, aki ezt megnézi. Hát pont azért nézi meg, hogyha valami nem stimmel, akkor szóljon, és időben kell javítani. Nem erről van szó? Így van. Amiről a képviselő társam beszél, az a 7C melléklet, ez valóban egy elírás kérdése volt. Véletlenül 7C melléklet került be, ami egyébként nem létezik, de a 7B mellékletben benne van. Most a 7A és a 7B mellékletben egy sor felcserélésre került, így egy bizonyos alábontásnál ugye nem stimmeltek a számok. Nagyjából 6 millió forint vagy 3 millió forint nagyságrendben. Egyébként a jegyző ezen a bizottsági ülésen el is mondta, hogy de ettől persze a költségvetés főszáma nem fog megváltozni. Tehát az én módosító indítványom az arról szólt, hogy ezek a számok kerüljenek a saját helyükre, illetve hát leírtuk azt, hogy a 7C melléklet nem létezik. Ezek szerint volt módosító indítvány? Volt módosító indítvány, de itt lapozom a pénzügyi bizottságnak a napi rendjét, vagyis hát a jegyzőkönyvét. Én egy vakhangot nem szóltam, tehát. Csak úgy mellesleg mondom, tehát itt van a szó szerinti előttem, úgyhogy én ott nem szólaltam meg. Akkor öntől is hadd kérdezem, most értem ezt a hibát, de én azt vártam, hogy ön azt mondja, hogy választási év van, főleg, hogy alpolgármester úr elmondta, hogy lesznek még majd pluszban fejlesztések, hát én azt vártam, hogy akkor ön azt mondja, hogy ez egy választási költségvetés, ezt viszont nem mondták. Hát még ezt is mondtam, hogy választási költségvetés, csak itt sokkal nagyobb problémák vannak a költségvetéssel. Alapvetően látszik, hogy ez a Budaörs Fejlődési Egyesület, ami azt hirdeti magáról, hogy pártoktól függetlenül, nem politikai elvek szerint, hanem a városért civilek tesznek,
ebben az egyesületben, pont ennek az ellenkezőjét teszi, az országos ellenzék kampányát folytatja, Vitinkov Tamás beállt Karácsony Gergely mellé szakértőként, már az sem érdekelt, hogy polgármester lesz-e vagy sem, hogyha úgy alakultak volna az országgyűlési választások, saját bevallása szerint ő már akkor nem is lenne budaörs polgármestere, hanem fölment volna valami zsíros állásba a miniszternek, vagy ezt mondta Buda környéki tévében, vissza lehet nézni. Úgyhogy ez szerintem ténykérdés, de ez látszik pontosan, hogy januárban még a költségvetés kérdeztük is, volt egy rendkívüli, és mit lehet tudni a költségvetésről? Azt mondták, hogy majd a februári ülésen lesz költségvetés, viszont a túlóra törvény az olyan fontos volt, mert ez is egy újabb politikai ügy volt, amit Botka Lászlót kellett megelőzni az ATV-ben. Tehát Vitinkov Tamásnak csak azt számít, hogy az országos ellenzéket éppen mivel tudja támogatni. A költségvetés ezek szerint nem fontos, mert a költségvetés tárgyaló pénzügyi bizottsági ülésre be sem jött, ugye az van a jegyzőkönyvben is. Tehát ezek szerint a polgármesternek ezek nem fontosak. És azt látjuk, hogy ez az egész gyakorlatilag ahhoz vezet, amit ott a Kőhegyen láthattunk, hogy a Kőhegyi keresztnek a lábazatát is az országos ellenzék szlogenjével firkálták fel. Körülbelül beszélünk mindenről, tehát okay, ott tartunk. Csak a költségvetésre egyet viszont mondjam meg, képviselő úr, mondom, a testületülésen is ezt a szót használt, hogy országos ellenzék. Hát szerintem az ellenzék, vagy nagyon sok választó örülne annak, ha egy egységes ellenzék lenne, mert akkor akár leváltható is lenne a Fidesz. De nincsen, hogy országos ellenzék, országos ellenzék az nagyon is széttagolt, és rengeteg pártból áll. Egy széthúzott ellenzék van, nincs országos ellenzék. Mi az, országos ellenzék? Én azt látom, hogy az országos ellenzéknek a logója volt ez, amit a Kőhegyi keresztre ráférkáltak, meg ezzel meggyalázva azt a jelképet. Képviselő ezt a Budaörs Fejlődésért Egyesület. Én nem azt állítom, mert, csak, mert, hogy ez, egyébként ez ide vezet. Mert hogy amikor a Fidesz képviselő csoportja állítólag ezt felfedezte, akkor nem az volt az első, hogy a rendőrségi feljelentést tegye, mert azt mi tettük meg. Másnapra a város letakarította. Az előzőköz visszatérve, most úgy vagyunk, mint a érettségén. Lőfer Dávid kiúzta a kérdést, azt mondja, beszéljen Arany Jánosról. Arany János nagy költő volt, de Petőfi Sándor sokkal nagyobb. Tehát most ott tartunk, hogy a költségvetésről már régen nem beszélünk, hanem még az országos választás előtti problémákról. Azt, hogy a polgármester úr nem volt ott, az egyébként nagyon egyszerű, mert beteg volt. Influenzás volt, tehát ez egyébként egyszerű. Sose szokott ott lenni, de akkor mondom tovább. Most, akkor... Ne. Azért álljunk meg egy pillanatra, tehát azért tisztázunk a helyzeteket. Utána ez a bizonyos képviselő, vagy testületi bizottsági ülésen, na, már itt Dávid kihoz a béketűrésből, Vágó Csaba képviselte. Mit tett föl képviselő úr? Megkérdez, hogy mit keres Vágó Csaba a teremben. Aki a polgármester kabinetfőnek, a polgármester kabinet vezetője, a hivatalt képviseli, és ha nincs ott a polgármester, akkor egy személyben a polgármestert képviseli, hiszen ezért a kabinet vezetője. Tehát ezért nem értettük a kérdést. Akik helyettesítik a polgármestert, de én azt gondolom, hogy ezen kár vitázni, mert polgármester úr, egy hang, a polgármester ott volt valóban, egy hang nem. Polgármester úrat én nem láttam az elmúlt időszakban. Na akkor az alapvető kérdéseket hadd tegyem fel. A költségvetés alapján mi az, ami történik a városban, és mi az, ami nem, illetve önök mit csináltak volna másként. Csak még mondanám ezt a pár. Ha megengedi, beszéljünk erről, most már tényleg 13 perc elmes, és nem jutottunk előre. Tehát mi történik a városban? Szerintem a lakókat elsődlegesen ez érdekli. Én úgy gondolom, és induljunk ez elejére, hogy ez egy jó költségvetés. Pláne, hogyha mindezek a célok és mindezek a bevételek teljesülni fognak, akkor úgy gondolom, hogy ez egy jó költségvetés, és nagyon sok minden meg fog valósulni. Utak meg fognak valósulni, meg fognak bele valósulni épületek, stb. Hány út, hány épület? Mi az, amire nagyságrendileg készülhetünk? Ha minden igaz, és tegnap volt pontosan egy tárgyalás, például autóbusz végállomás, mint épület, az úgy tűnik, hogy ha szerencsénk van, mert ugye itt is figyelembe kell venni azt, hogy az építőiparban ma istentelen változások vannak, tehát maguk a vállalkozók elmondták, hogy amit decemberben 6000 forint volt egy köbméter beton, azért most 18000-et kérnek. Tehát szinte azt mondták, hogy két hétre tudnak tervezni előre. A másik, hogy az összes olyan út meg fog valósulni, amiben a bizonyos Békisz projektnek az utolsó lépéseként kicserélik a szennyvíz csatornát, és akkor azt mondtuk, hogy mindezek utak meg fognak ebbe az évbe valósulni, egy csomó ma el is indult. Meg fognak valósulni a utak, ahol pályázatot nyertünk. Mert hozzáteszem, hogy általában Budaörs csak akkor nyer pályázatot, hogyha 50%-os részt mellé kell tenni. Puskás Tivadar utcának egyébként már is folyik a felújítása. Itt a lakótelepen szintén elkezdődött egy parkolónak a felújítása.
amiben körülbelül 60 gépkocsi fog elférni, tehát talán meg tudjuk szüntetni azt, hogy gépkocsik álljanak füre, stb. Meg jelen pillanatban majd azt is látni, hogy megállni tilosnál átsorog. Hol lesz ez a parkoló? Ez a Patkó utcának a végén, ahol ott azok a garázsok vannak. Tehát összességében vád, hogy ez egy költség, vagy egy választási költségvetése, hát abban az, hogy a választási, mert ebben az évben választás lesz. De én úgy gondolom, hogy egy dinamikusan fejlődő városnál ez nem lehet választási költségvetés. Ugye a Dávidék arra is hivatkoztak, hogy bezzeg a televíziónak, meg az újságnak nagyobb lett a költségvetése. Hát igen, mert hogy valóban lesz választás, és abban az újságban, bocsánat, eddig is bárki szerepelhetett, és ugyanígy idejöhetett a tévébe, hát én emlékszem, hogy bárki idejöhetett, na most azt valakinek azért finanszírozni kell. Tehát csodák nincsenek. Ennyiben valóban választási költségvetés, és egyébként a többinek semmi köze nincs hozzá. Ugye még meg akartam mondani, hogy nekünk az egyik fő problémánk, amit nagyon sokszor elmondtunk, hogy itt sorokat láttunk, de nincsenek alátámasztó számítások. Tehát mondjuk a költségvetés annyi, amit itt van most nálam kinyomtatva, ehhez tartozik legalább egy ilyen kupac papír, ami alátámasztja, hogy mi alapján jöttek ki ezek a számok, és mind évről évre ezeket szoktuk kérdezni, hogy mi alapján tervezték be, és sose kapjuk meg a válaszokat. Ilyen volt például, amit most Bíró Gyula említett, hogy a helyi médiák kapnak a választásra 3 millió forintot, ugye jól mondom a polgármester úr. Médiumok választásokkal kapcsolatos összefüggő többlet feladatai támogatásai 3 millió forint, ez a Budaörsi Napló, Budaörsi Info kapja. Alapvetően ezzel nem lenne nekünk semmi problémánk, csak elmondta a kabinetvezető úr, hogy volt egy levelezés, egy e-mail váltás, hogy a helyi médiák írtak a kabinetvezető úrnak, vagy a polgármester úrnak, hogy ők szeretnének többlet forrást kérni a választásokra. Hogy ezek az e-mailek hozzánk nem jutottak el, nem tudjuk, hogy milyen összegekről beszélünk. Hát ez az összeg, ami itt szerepel, ez a valós igényük volt, ennél többet kértek, kevesebbet kértek, ez nem derül ki. De ez egy nagyon egyszerű példa, ami szemlélteti azt, ami a alapvető probléma az egész költségvetése, nincs alátámasztva. Ez alapján hogyan döntsünk, honnan tudjuk, hogy ez az összeg elegendő-e arra, amit képvisel, vagy ez kevés. Például ilyenek az intézményi egyeztetések, ahol nem tudjuk, hogy az intézményi vezetők elégedettek voltak ezzel a költségvetéssel, vagy nem voltak elégedettek. És akkor meg is kérdezném a polgármester urat, hogy ez a 3 millió forint, ez egyenlő volt-e a kérésükkel? Tehát pont egyen. Ezt az összeget kérték? Igen. És ez egy plusz lapszám lesz, vagy kettő, ezt még pontosan nem tudták megmondani. De ez szerepelt az e-mailben, hogy más... Én úgy tudom, hogy igen, nem nekem jött az e-mail, tehát... De ezt... a polgármester se olvasta, tehát nem tudja, hogy ez volt a valós igény. De megkérdeztem, és azt válaszolta a vágó úr, hogy igen. Mert a bizottságülés azt válaszolta, hogy nem ennyi volt, ennél sokkal többet kértek. Képviselő, de nem mondta el az összeget. Azt mondja el nekem, ha megengedi, hogy mi az, amit önök teljesen másként csináltak volna. Tehát engem, mondjuk, mint egyszerű választót, az érdekelne, hogy mondom. A BFE így csinálta meg a költségvetést, ezek a fő hangsúlyok. Ha önök lennének hatalmon, mi az, amit másként csináltak volna, amire nem költöttek volna, és amire költöttek volna? Visszatérünk ahhoz a témához, amit szerintem itt már nagyon sokszor és Bíró Gyulával is beszéltük. Ugye a tavalyi költségvetésnek a végső számait még mindig nem látjuk, de viszont látjuk a 2016-os, 17-es költségvetésnek, hogy mi lett a vége. És ugye én akkor is feltettem ezt a kérdést, hogy mire költünk szakértői díjak alatt, és volt egy olyan tétel is, hogy polgármester, alpolgármester dologi kiadásait. Meg is kérdeztem alpolgármester urat, de nem tudta elmondani, hogy mire van betervezve az a 12 millió forint. Elég kellemetlen volt ez a beszélgetés. De ez tavaly már csak tisztázott, hogy már csak 6 volt. És utána a teljesítés az már csak 29% volt, tehát ebből a 12 millió 665 ezer forintból csak 3 millió 698 ezer forintot használtak el. Valószínűleg azért is, mert mi erre rákérdeztünk, hogy ez baj, mire vagy, megy. Vagy rossz, tehát a... Most a kérdés mondjuk? Az, hogy ha ez mi alapján lett betervezve a 12 millió, hogyha abból csak 29% lett felhasználva, de akkor tovább megyek, szakértői díjakat is folyamatosan kérdeztük, és 2017-ben a szakértői díjak 67 millió forinttal voltak betervezve. Ebből tippeljen szerkesztő úr, hogy mennyi lett felhasználva. 53%, azaz csak 37 millió forint. Akkor miért tervezett be a Budaörs Fejlődésre Egyesület 67 millió forintot, amit még időközben módosított is a költségvetésen, fölemelte 71 millióra. Tehát ez a baj, hogy ezek nincsenek alátámasztva, és itt látszik is, hogy olyan összegek vannak elrejtve a költségvetésben, amire semmi szükség nem lesz. Mindjárt adom a szót, csak egy megjegyzést ehhez, hogy ebben tényleg az a furcsa, hogy ezt egy fideszes képviselő teszi föl, miközben a Fidesz kormány mondjuk mennyit költ plakátkampányra, vagy mennyit költ repülőgépvásárlásra, ami katonai repülő, de mégse katonai repülő, és ott nem néhány millióról beszélünk, de természetesen adom a szót. Amit itt már mondta a képviselő úr,
ezek ugye számok. Nem költődött el a pénz. Hova megy ez a pénz? Vissza. Ebből lesz a bizonyos előző évi pénzmaradvány. De akkor most ezek szerint az is baj, tehát most akkor én úgy értelmeztem, hogy akkor ezt a bizonyos keretet el kellett volna költeni az utolsó filérig, és akkor megfeleltünk volna a csoportnak. Az a probléma, bocsánat, rosszul lett betervezve ezek szerint. De nem probléma, hát ha most egy picivel több lesz betervezve, vagy akár a duplája lesz betervezve, és visszakerül a következő évre a pénzmaradványra, az a pénzmaradvány felosztható. De hozzáteszem, hogy mert azt is megkérdezte a képviselőcsoport, hogy az idén miért lett sokkal több. Hát most már nem tudom, hanyadik frankhegyi per indul, és ezeknek bizony van perköltsége, van ügyvédi költsége, stb. Stb. Tehát nyilván megint betervezünk egy összeget, valószínű, hogy nem fog ez is elköltésre kerülni, meg fog maradni. De én úgy gondolom, hogyha egy felelős képviselőcsoport, akinek ráadásul ugye a hatalmon van a kormánya, akkor a város érdekében talán ilyen apróságokkal kellene foglalkozni, hogy hogy van az, hogy 3 évvel ezelőtt nyertünk a fűtőmű és a fűtőrendszer teljes felújítására 820 millió forintot. Megnyertük. Tehát a papír megvan róla, megnyertük. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium azóta se írja ki a pályázatot. Viszont azóta küldött egy levelet. A kivitelezési pályázatot. A kivitelezési pályázatot. Mert hogy ők írhatják ki, és nem a város. Ők ki, így van. Nekünk 50% a önrészünk ebbe. Viszont azóta érkezett egy olyan levél, hogy ez már ugye 814 millió forintból nem megvalósítható, ami valószínűleg igaz is, mert egy 2016-os költségvetés van, hanem 1,2 milliárdból. A költségvetésben ennek az 50%-át is betettük, tehát én azt várnám egy hatalmon lévő képviselő csoporttól, hogy utána jár, hogy emberek, írjátok már ki, hiszen ez egyébként a lakótelepnek egy elemi érdeke, hiszen ha itt bármi gubanc történik, és eltörnek csövek, vagy nem tud a fűtőmű, akkor ezekben a lakásokban nem lehet megmaradni télen. Ugye azon aggódott a képviselőcsoport, hogy teljesen félreértett napirendné, amikor az energiatakarékosságról volt szó, akkor megkérdezte Löffler Dávid, hogy és nem fognak megfázni az óvodások. Hát nem erről szól a történet. Arról szól, hogy próbáljunk energiát megtakarítani. De tovább megyek. Ugyanez a labdarúgó pálya. Ott is lehetett volna segítséget adni. Most már hozzáteszem, Isten mentsen a segítségtem, az első Fidesz kormány alkalmával volt képviselő, aki azt mondta, hogy majd segít nekünk a körforgalomnál, a városházi körforgalomnál még plusz pénzt szerezni, mínusz 80 millió lett belőle, tehát lehet, hogy nem biztos, hogy ez a legfontosabb, hogy segítsenek, de én úgy gondolom, hogy ez lenne egy felelősen dolgozó képviselőcsoportnak a feladata. De nem tudhatjuk meg, hogy mi alapján lettek betévezve ezek a sorok. Alpolgármester még büszke is rá, hogy túl lettek tervezve, tehát gyakorlatilag a pénz fele teljesen fölöslegesen volt oda betervezve, miközben a civilektől 5 millió forintot elvettek, és azóta sem emelték vissza a civil pályázatoknak a keretét, sőt meg is szigorították a pályázás feltételét, pedig 5 millió forintról beszélünk, ami például egy nyugdíjas klubnak rengeteg programot jelentene, és ez csak egy tétel volt. Ahhoz képest, hogy állandóan arról beszélnek, hogy nincs pénze a városnak, ahhoz képest látszik, hogy itt olyan összegek vannak betervezve, amik abszolút nem reálisak, tehát ezek nem lesznek elköltve, de csak azért vannak itt szétszorva, hogy ebből úgy tudja majd átcsoportosításokkal gazdálkodni a Budaörs Fejlődési Egyesület, ahogy nekik éppen alkalmas lesz. Nem tudjuk meg, hogy milyen szakértői díjak vannak, mit jelent ez, milyen politikusokat fog fölkérni Vittinkov Tamás, hogy milyen politikusoknak fizetett ezen keresztül. Hogyan támogatta az ellenzéki összefogást például Vittinkov Tamás, vagy Karácsony Gergelynek, ő volt szakértője, most meg lehet, hogy Karácsony Gergely szakértője Vittinkov Tamásnak. Ez nem derül ki, mert ezt nem árulja nekünk a polgármester úr, hogy mire mentek ezek a szakértői díjak. Sőt, a mai napig nem tudtuk meg, hogy az a 12 millió forint mire lett betervezve, ami az alpolgármestereknek a dolgi kiadásaira lett betervezve. Akkor ezzel kapcsolatban hadd kérdezzek valamit. Megtehette volna a város azt, hogy decemberben, amikor látszik, hogy a tervezett költségnek csak a felét költik el ezekre a bizonyos összegeknek a felét, amit itt elmondtunk, akkor mondhatta volna azt a városvezetés, hogy kérem szépen, akkor annyi pénz megmaradt, ezt gyorsan elosztogatjuk, mondjuk
civil szervezeteknek. Akkor önök lettek volna a legjobban felháborodva, hogy akkor most gyakorlatilag kidobják ezt a pénzt, és nem viszik át a következő évre. Mint egy családnál, amikor azt mondja a házi úr vagy a férj, hogy hopp, hónap még van 15 ezer forint, gyorsan elmegyek a kocsmába és eliszom, nem beleteszem a persejbe, hogy majd akkor a jövő hónapban is megmaradjon. Hát én ezzel nem azt mondtam, hogy takarékoskodjunk, sőt, hogyha most szerkesztő úr is azt mondja, hogy itt rengeteg pénz megmarad folyamatosan, akkor az a kérdés, hogy miért vettük fel a hitelt, aminek a kamatait viszont elég komoly összegekért fizetjük vissza, tehát ez is a átgondolatlan, koncepciótlan költségvetés és az egész városvezetés, amit jellemző a Budaörs Fejlődési Egyesületre. Így gyakorlatilag ilyen politikai játszma folyik, az országos ellenzék kampányát erősíti a Budaörs Fejlődési Egyesület. Pont az az egyesület, amelyik azt hirdeti magáról, hogy pártoktól függetlenül a városért tesz, pont az ellenkezőjét látjuk, és ebben szerintem nem csak a fideszes, hanem a nem fideszes szavazók is abszolút egyetértnek, mert pontosan látják, hogy milyen politikai akciók zajlanak a budaörsi képviselőtestületben is, miközben a költségvetési koncepció nem készült el, és ez a költségvetés nem sikerült hibák nélkül elkészíteni. Bíró Gyula alpolgármesternek módosító indítványa kellett javítani a költségvetést, én szerintem erre még példa nem volt az elmúlt időszakban. Három rövid kérdésem. Mindegyik költségvetésnél voltak módosítók, hát csak így alá a tévémutatjött, tehát így pörgettem. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy ebben nem lehet egy hibát elkövetni, akkor az nagyon nagyot téved. Ami csak reagálnék, amit a kollégám mondott, hihetetlen tájékozatlanság ismételten, ennyi év képviselőség után. Nem lehet sorok között csak úgy átcsoportosítani, tehát az vagy bizottság elé kerül, vagy testületülés elé kerül. Tehát ott lehet ezzel újra foglalkozni. Tehát nem tudom, hogy miből gondolja Löffler Dávid, hogy csak úgy polgármester gondol egyet, azt egyik helyre, másikra átcsoportos, de ő is tudja, hogy nem így van, de ez most nagyon jól hangzott. Másik a civil szervezetek azt mondja, hogy 5 millió forint, és még meg is változtattuk a kiírás szabályait. 3 év óta egy mondat nem változott a kiírás szabályaiban. De ha változott, akkor a szívesen meghallgatom. Tehát semmi nem változott. Egyetlen egy civil szervezet nem reklamált azért, hogy ez így neki most problematikus lenne. Persze hozzáteszem, hogyha valakit megkérdezek, hogy több pénzt kérsz, akkor az egy persze, hogy többet. Tehát, de én úgy gondolom, hogy ez teljesen a helyére került a dolog. Tehát nincs ebben semmi probléma. Eddig is működtek a civil szervezetek, ezek után is működnek. Abban nem vagyok benne biztos egyébként, hogy minden egyes civil szervezet tudnék sorolni olyat, amelyik gyakorlatilag csak abból a pénzben működik, amit ezen a pályázaton nyer. Nem tudom, hogy ez így jó. Uraim, hadd kérdezzek még néhány konkrétumot, jó? Igen, tessék parancsolni, hallgatom. Mert büszkén mondta a polgármester, hogy 3 éve nem változott, ez már egy 5 éves ciklus lesz, csak emlékeztetem a polgármester urat. Tehát 2014-ben a Budaörs Fejlődési Egyesület megnyerte az összes körzetet, és azt tűzték az ásztóra, hogy a civileknek csökkentik ezt a keretét, amire lehet pályázni, és ugyanakkor az is elhangzott, hogy egyenlő feltételeket biztosítanak a civil szervezetek számára, ezért létrehoztak egy ilyen pályázatot, amiben szerepe az önrész, meg több ilyen pályázati feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki pályázhasson a csökkentett keretre, amit a Budaörs Fejlődési Egyesület csökkentett. Ennek ellenére a mai napig vannak olyan civil szervezetek, akik nagyobb összegekkel bekerülnek a költségvetésbe, itt is olvashatjuk. Egyik ilyen például az animációs fesztivál, ami 25 millió forinttal felkerült, ahhoz képest, hogy nincsen pénze a Budaörs Fejlődési Egyesületnek, folyamatosan ezt hallhatjuk, közben találtak 25 milliót a civileknek, meg a pályázati keretéből 5 millió forintot elvettek, és az elmúlt 3 évben már ezzel a pályázati kiírással, ezekkel a feltételekkel lehetett csak pályázni, tehát sokkal nehezebb helyzetbe kerültek a civil szervezetek. Gyors reakció erre? Semmivel sem kerültek rosszabb helyzetbe. Akkor 3 konkrét kérdés. Egyszerű választópolgárként én azt mondom, hogy hát ezek a felháborító dolgok. 27,2 millió forint van beállítva a költségvetésbe a labdarúgó Kft-nek, mert még mindig nincs kész a focipálya, amit tavaly nyárra terveztek, hogy elkészül, meg még egyébként korábban. Nem készült el, hát nem baj, majd a város kifizeti a pályabérletet, mert ez a pályabérlet, hogy máshol játszon. Akkor, mikor megépült az Aramis csarnok, a tankerület vállalta, hogy délelőttönként kibérli, és hogy ott az IS gimnázium diákjainak tornaórákat tartanak. Nekik kell a hely tornaórára, mert egyébként lépcsőházban tartották ezeket a tornaórákat. Most mégse bérlik ki, nem baj, majd jön a város, és beletesz 20 millió forintot talán. Aztán itt van az iskolánk fejlesztése és működése. A polgármester nem ezen a testületülésen, hanem egyel korábban ülésen jelentette ki, hogy
ez az az év, amikor még fejlesztési tervet sem nyújtott be a tankerület, miközben korábban szerződésben vállalta, hogy éves szinten legalább az amortizáció mértékében nagyjából 200 millió forint értékben végez felújításokat. Nem baj, a testület úgy dönt, hogy iskolák fejlesztéséhez, működéséhez, alapítványokon keresztül ad támogatást. Hát hogy van ez, kérem szépen? Hát akkor menjünk visszafelé. Tehát menjünk a tankerületnél. Tetszik, nem tetszik, valóban a tankerülettel egyszer nem lehet normálisan zöldágra vergődni, és ez a testület úgy döntött, hogy ha már nem tudunk zöldágra vergődni, akkor is, ami gyerekeink járnak ide, és ahhoz, hogy a körülmények megfelelők legyenek, akkor inkább belenyúlunk a zsebünkbe, és hozzáteszünk. Hozzáteszem, hogy ezt is csak akkor tudjuk megtenni, ha a tankerület ezt megengedi. Hát eddig megengedte, reméljük, hogy jövőben is megengedi. Itt például megint lehetne a Fidesz-KDNP-nek szerepe némi segítségügybe, de hát ez ügyben nem nagyon érdekli, hiszen Löffler Dávid főnöke az azt mondta, hogy nem is pontosan érti ezt az egészet. Mi volt az előző kérdés? Bocsánat. Az Aramis csarnok kapcsán. Amit most Aramis csarnokra ugyanez a helyzet. Tehát ugye be volt tervezve az, hogy itt testnevelés órák vannak délőtt, abból bizonyos összeg befolyik. Mit mondott a tankerület? Azt mondta, hogy ő nem enged több testnevelő tanárt alkalmazni a gimnáziumba, a meglévő szám pedig ennél többet nem tud tartani. Tehát az, hogy egyébként a csarnok meg működjön, valakinek meg kell csinálni. Tehát csodák megint nincsenek. Tehát megépítettük a csarnokot, ugye az is tettünk örrészt, Taóból megépült. Nem ez volt a terv valóban, de most mit csináljunk? Most akkor tegyük rá lakatot, vagy egyszerűen mi történjen? Tehát megint csak azt tudjuk csinálni, hogy ismételten mi segítünk, és utána levelezünk, hogy ugyan legyenek kedvesek, már engedélyezzenek egy létszámmal többet, és akkor nyilván ez újra működőképes lesz, és nem nekünk kell hozzá betenni. Hozzáteszem azt, hogy ez egy ezévi egyszeri alkalom, és nagyon reméljük, hogy jövőre egyébként már zöldágra lehet vergődni a tankerülettel. Tehát a tankerület nem csak itt, hát az uszodánál is gondolt egyet, és azt mondta, hogy nem kell itt mindenkinek úszni, kell a harmadikosoknak, aztán viszontlátásra is kész. Innentől kezdve ott is természetesen hiány fog majd keletkezni, mert nem fog ennyi bevétel jönni. A tárgyalások folyamatosan mennek, de nem érezzük azt a nagy háttér segítséget, hogy akkor majd mi is besegítünk, és akkor országgyűlési képviselő úr esetleg fogja a fáradtságot, és elballag a érdi klikhez, és azt mondja, hogy na de hát azért ne csináljátok. Jó, majd a tankerület igazgató hozzánk majd tőle, és megkérdezem. Hát, akkor egy gyors kérdés. 27,2 millió a labdarúgó KFT-nek pályabérlése, mert hogy nincs kész a stadion. Igen, nincs kész a stadion. Ugye mi történt? Ott is 2016-ban azt mondtuk, hogy egy harmad rész finanszírozunk, a többit a labdarúgó társaság szedje össze, Taóból összeiszedték a pénzt. Az első vállalkozó az egy darabig dolgozott, aztán gondolt egyet, nem fogok nevet mondani, ki volt, mindenki utána néz. Elindult a Honvédnál a beruházás, fogta magát, és szépen elvonult oda, tehát le kellett állni az egésszel, újra kellett pályáztatni, nem mi vagyunk ott is a pályáztatók, hanem az MLS. Ők meg nem egy sietős dolog, nem egy sietős társaság. Majd később jött egy olyan, hogy ez a műszaki tartalom így nem jó, mert a pályát be kell csövezni, hogy télen is használható legyen, fűthető legyen, stb. Megint állt a dolog egy darabig, és mire eljutottunk odáig a mai napig, hogy úgy néz ki, hogy talán most már rendben lesz, de hozzáteszem, hogy akkor ez most nekünk megint újabb pénzt kell adni, akkor most már 2 milliárd forintba fog kerülni ez az egész nagyjából. De áll naív kérdés, miért ad hozzá pénzt a város? Hát ha a stadiont akarnak, szerezzék meg a pénzt. Ha az Aramis csarnokot akart építeni, akkor oldja meg a működtetést. Hát ebben az esetben ugye az egyik rosszabb, mint a másik. Tehát ugye mondhatta volna azt a város, hogy nem adok, és akkor itt marad ez a torzó, az sem jó. Ha azt mondom, hogy adok, és valószínűleg ugye meg fog épülni, akkor talán ez a jobbik megoldás. Hozzáteszem, hogy ma sincs rá semmi garancia, legalábbis szerintem, hogy ez szeptemberre elkészül.
de így van rá esély. Úgy biztosan semmi esély nincs rá. De ez még egy érdekeset mondanak, mert nem is a nézők tudják. Tehát a dolog az úgy megy, hogy van egy részszámla, tétezzék fel 100 millió forint, csak a számolás kedvéért, akkor ez bemegy az EMI-be, ott csücsül 4 hónapot. Aztán valaki azt mondja rá, hogy hát, jó, kifizethető. Akkor ezt átküldik a MLS-hez, MLS-ben megint csücsül 4 hónapig, és akkor MLS visszautal ebből 70 millió forintot. Tehát, hogy ez a TAO rendszer, ez így működik, tehát ha lenne persze azonnali döntés, akkor ez gyorsan tudna pörögni. Tartok tőle, hogy vannak egyébként országban helyek, ahol ez ilyen gyorsan. Hát kiemelt beruházáson nyilvánítja a kormány. Azért mondom, és akkor ez gyorsan pörög, ha nem, akkor ez ilyen lassan. És ugye, mint az elején mondtam, hogy a jellegi építőipari árak mellett, amik szinte hetente mennek fölfele, sajnos egyre több lesz, és egyre drágább lesz. Most abban bízunk, hogy ezzel az összeggel, amit most odaadtunk továbbiakban is, mert egyébként arra meg van egy testületi döntés, hogy az 1/3-át fizetjük. Tehát azért mondom, hogy ez egy ilyen dolog. A csarnoknál ugyanez volt. Nagyon sokáig vitatkoztunk. Sós Feriben volt, vele is vitatkoztunk. De az Aramis elnöke, az Aramis egyesült elnöke. Ott az is jó megoldás lett volna, bezárjuk. Az egy jó megoldás, mert akkor állaglomlás van, nem tudnak még azok se bejárni mérkőzésekre, akik tudnak. Akik politikailag ez egy jó üzenet lett volna. Hát ha a kormány stadionokat akar, akkor tartsa fenn. Jó, de hát ma most ugyanazt építse csináljuk, meg, mint a kormány, akkor értem. Tudom. Reakció? Folyamatosan épülnek Budaörsön a stadionok, de azt meg kell hagyni, hogy a... Ez így van, ez így van. Hát ez komoly. Ez is a VF-et találta ki, köszönjük. De azt meg kell jegyezni, hogy Budaörsön sajnos minden nagy beruházásnál látható, hogy problémák keletkeznek. Így volt ez a városi úszodánál is, vagy éppen a városháza épületénél, ahol cserélni kellett, mert éppen lepotyogtak ezek a kőtáblák rendkívül magas összegekért. Azt azért hagyj érzem, hogy a városi úszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez szükséges hozzájárulás, az 300 millió ebben az évben, és akkor ebben nincsenek benne az egyéb karbantartási összegek, ez 10 év alatt 3 milliárd forint. Tehát egy elég komoly összeg. 3 milliárd forintból azt gondolom, hogy már lassan egy közepes sportcsarnokot föl lehetne húzni. És mennyi vitát folytattunk itt erről, mert akkor is már tudni lehetett, hogy milyen sokba kerül. Ahelyett, hogy ez bevételt termelne, ez inkább egy nagyon komoly kiadás, és ha hozzátennék a fenntartási és egyéb költségeket, akkor az elképesztő összeg jön neki. Ugyanilyen a városháza, amit már említettem, hogy ott a kőburkolattal volt probléma, és ha körbenézünk a városban, bár polgármester nagyon büszke, hogy ő lassan 30 év alatt mennyi mindent tett ezért a nagyon gazdag városért, nem igazán látjuk ezt a gazdagságot. Ha körbenézünk, akkor ha beugrunk a Jókai Mór művődési központba, azt látjuk, hogy egy elég régi épület, nem igazán jó állapotban, nem egy ilyen modern építésű, ott található a színház is, ami elég ilyen fura módon a művődési központ alatt van, és gyakorlatilag a színháznak, meg művődési háznak sem igazán jó ez az épület, elég régen épült. Jó, ezekről Aramis Csarnok, labdarúgó Kft. Iskolánknak adandó támogatás. És akkor még annyit akartam mondani, hogy ha benézzünk a Budaörsi Könyvtárba, vagy az Ifjúsági Klubba, és megnézzük az összes többi, vagy mondjuk a Kamaraerdei, vagy a lakótelepi közösségi házat, akkor nem érezzük azt, hogy Budaörs egy olyan gazdag város lenne, és olyan sokat tett volna értünk a polgármester, aki nagyon büszke minden jóra, amit neki köszönhető itt a városban. Én nagyon szomorú vagyok, hogy Budaörsön ezek a csarnoképítések, ezek valamiért nem akarnak összejönni, de ugyanúgy az összes több ilyen nagyobb beruházás problémába ütközött. Nem beszélve azokkal a nagyobb beruházási tervekről, amit a lakossági felháborodás állított le. Nem gondolja, hogy azért épülnek stadionok, mert hogy ezt például támogatja a kormány? Két stadion is épült, vagy épül Budaörsön, mert ezt támogatja. Ha könyvtárépítést támogatna, vagy művelődési házépítést, akkor biztos azok épülnek. Én csak azt mondom, hogy itt azok, amik az elmúlt 28 év alatt megvalósultak, azokban is rendszeresen volt probléma tapasztalatúan, és nem lehetett a kormányra fogni. Itt a városvezetés ezeket a problémákat nem tudta megoldani, és nem is lehetünk annyira büszkék a városi könyvtárunkra, vagy a Jókai Mór Művelődési Központra, vagy a Kamaraerdei Közösségi Házra. Ezekkel a költésekkel egyetértenek, amikről itt beszéltünk? Melyikre gondol? 27,2 millió a labdarúgó Kft.-nek, 20 millió az Aramis Csarnoknak, mert a tankerület nem fizeti a bérleti díjat, iskolák fejlesztéséhez, működéséhez, alapítványokon keresztüli támogatás. Úgy itt elmondta a Budaörs Fejlődési Egyesület alpolgármestere, hogy nem tudnak zöldágra vergődni, nem tudnak megegyezni. Mi azt gondolom, hogy mi
ha nem abból indulunk ki, hogy politikai érdekek, és csak azért is valahogy az ellenzéket támogassuk ezzel, hanem egy normális kompromisszumra törekednénk, akkor meg lehetne egyezni. Nem látom ezeket az egyeztetéseket, ezekről nincsen információnk, nem vagyunk meghívva, nem tudom, segítséget sem kértek tőlünk. Én bízom abban, hogy ezek az összegek reálisak, de ugyanúgy, mint az összes többi sornál, nem látom az alátámasztását. Nyilván szükség van arra, hogy támogassuk az iskoláinkat, a budaörsi gyerekeket, de nem vagyok ott ezeken az egyeztetéseken, tehát ezekről nem tudom, hogy milyen valós igénye. Ez is egy érdekes volt a képviselőtestület ülésen, amikor odaértünk, hogy minden évben van ilyen, hogy intézmények felújítása, karbantartása, ami mindig úgy zajlik, hogy ősszel egy ilyen képviselői bejárás van, Löffler úr végig ott volt. Mi volt a pénzügyi bizottságban mi volt a válasz? Nem tudjuk elfogadni, nem azért, mert nem értünk vele egyet a tartalmában, hanem mert a költségvetésre nem értünk egyet. Én azt hiszem, hogy sok mindent elárul. Uraim, köszönöm szépen, elég hosszan sikerült megbeszélni a költségvetést, és hogy mi van a számok mögött. Jövő héten pont ugyanekkor lesz majd a vendégünk a tankerület igazgató, egy kicsikét előbb, tehát 18 órakor a Városi Magazinban, legalábbis az ígéretek szerint. Akkor folytatjuk ezeket a témákat, vagy ezeknek egy részét. Köszönjük már a figyelmet, viszontlátásra!